Kedves nézőink, kedves érdeklődők, mielőtt megkezdeném a kérdésekre a válaszadást, hadd mondjak néhány szót így általában. Ugye átfutottam a kommenteket, a kommentem megadott kérdéseket, nem mindet, ugye az e-maileseket még nem is láttam, azt majd közben fogják majd részemre bejuttatni, meg nyilván lesznek majd online formában benyújtott kérdések is, de így a kérdések nagy tömegét látva, azt kell, hogy mondjam önöknek, hogy ebből arra következtetek, hogy ajká, mint nem is lenne energiaválság. Itt mindenki kér valamit, felsorolja, hogy milyen problémái vannak, milyen utakat akarnak építeni, milyen egyéb problémák vannak, de azért azt javaslom mindenkinek, hogy azt vegye figyelembe, hogy az ajkai önkormányzat és Magyarország az nem olyan helyzetben van, mint az elmúlt évben. Egyáltalán nem olyan helyzetben van. Itt kitört egy energiaválság, ami természetesen szinte minden embert érinteni fog, és magát az önkormányzatot is érinteni fogja, hiszen éppen tegnap tárgyaltam a kormány képviselőivel erről, és Ajkának az energiatöblet költségek 2023-ban több mint 1 milliárdra jönnek fel. Ugye tartottunk egy online formában bemutatott munka megbeszélést, ahol akkor ilyen 5-600 millióra becsültük a költségeket. Hát ez sajnos a duplájára változott, hiszen akkor még nem ismertük a gáz áremelkedését, amelyet azóta megkaptunk, és nem ismertünk még néhány kisebb tételt a villamos energiával kapcsolatban sem. Tehát most azt kell, hogy mondjam, 1 milliárddal többet kell kifizetni a jövő évben, mint 21-ben. Hát ez azt jelenti, hogy nekünk nagyon össze kell magunkat húzni, hogy össze ne dőljön a város költségvetése, és nem lesz lehetőségünk olyan nagy arányú útépítésre, meg járdaépítésre, mint ami eddig. Ez persze, ismerem az embereknek a mentalitását, meg a véleményét, azt ismerik el útépítésnek, meg útfelújításnak, ami az ő utcájába történt. Ha nem az ő utcájába történt, az hallad is el akar róla szinte, pedig itt óriási útépítésben vagyunk még a mai napig isben, hiszen csak, ha megemlítem a Táncsics utca környékén, a három utat, három hatalmas utat és a szervizs csatornát oldottuk meg több mint 200 millió forintból, vagy a Liget utcát, ami 70 millió forint volt, vagy a Tálas utcát, ami szintén közel 80 millió forintot fizettünk ki, akkor hát az jelzi, hogy milyen nagy útépítésekben vagyunk benne. Persze ez, ahogy mondom, nem vigasztalja azokat, akik a saját utcájuk járdáját vagy vízelvezetését szeretnék megoldani, de azt gondolom, hogy vegyék figyelembe, hogy ma az ajkai önkormányzat nem olyan helyzetben van, mint az elmúlt évben, úgyhogy itt olyan óriási mértékű út- és járdaépítésre nem lehet számítani. Tehát önöktől is önmérsékletet szeretnék kérni, mert egyébként ez nem fog tudni működni. Azt kell, hogy mondjam, hogy Ajka városát jelenleg három fajta környezetterhelés érinti. Mind a három olyan súlyos dolog. Ugye az egyik a pernyehullás, amelyben kétségtelen, hogy van bizonyos javulás, hiszen a Veolia óriási pénzösszegeket és munkát fordított arra, hogy változzon a helyzet. A másik a Löbeliné szakhatása, és a harmadik helyen vannak az úgynevezett kányák, hát vetési varjúnak hívják egyébként őket szaknyelven. Tehát a vetési varjakkal kapcsolatban az erőfeszítéseink azok nem vezettek eredményre. Látja mindenki, hogy mit tettünk a Móricz Zsigmond utcában, a Kossuth tér környékén, az Új Élet utcában és a Mikszáth utcában is. De ezek amellett, hogy rettenetesen elcsúfították ezeket az utcákat, hiszen levágtuk szinte egyharmadnyi magasságából a fákat, lényegében nem hoztak változást. Ugye kísérleteztünk különböző zavaró eszközöknek a felhelyezésével, ilyen durranó és egyéb más eszközöket is felhelyeztünk, megszokták ezek az állatok és nem reagálnak most már lényegében, és én teljesen meg tudom érteni az ott lakókat, akik elkeseredésükben hát szinte élhetetlennek nevezik ezeket az utcákat. Most legutoljára
A miniszternek, az agrárminiszternek írtam egy levelet, és ő leadta a természetvédelmi hivatalnak, a Balatonfelvidéki Természetvédelmi Hivatal szakemberei jártak itt nálunk, de éppen az ellenkező célzattal, mint amit mi javasoltunk. Ugye a mi elképzelésünk az az volt, hogy újra legyen vadászható a vetési varjú. Egyébként a dolmányos varjú az most is vadászható, tehát én nem látok ebben olyan irdatlan nagy változást, azonban a természetvédelmi szakemberek azok teljesen homokegyenest más álláspontot képviseltek, és nem voltak hajlandóak semmilyen engedményre. Azt arra vállalkoztak, hogy majd ők a különböző varjak populációit a város területén összeírják és részünkre átadják, de hát ezt egyébként magunktól is tudjuk, tehát nem kellene természetvédelmi szakemberek. Annyi dolog történt, mint egy 5 évre visszamenőleg, hogy mi kihasználjuk azt a lehetőséget, amit a jogszabályok biztosítanak, tehát hogy januártól február 15-ig a fákat ugye levágjuk, és a fészkeket szétbontjuk, lebontjuk, eltávolítjuk, ezt megengedik a jogszabályok, de mást, tehát hogy az írtással, a varjak írtásával, vadásztatásával kapcsolatos dolgok nem engedik meg, ellenkezőleg megbüntetnek bennünket, ha akármelyikben kárt fogunk okozni. Az utolsó próbálkozásunkat, ahogy mondtam, az agrárminiszter elutasította. Most ott tartunk, hogy egy törvénytervezetet készítettünk, tehát mi magunk készítettünk az országgyűlésnek egy törvénytervezetet, aminek az a lényege, hogy írtható legyen tulajdonképpen a vetési varjú. Ugye azt arra hivatkoznak a környezetvédelmi szakemberek, hogy Magyarországon nagyon lecsökkent ennek a száma, mintegy 200 ezer példány él az országban, és hát ilyen 500 és 800 ezer között lenne a szerintük elviselhető példányszám vagy számuk. Hát ezt mi nem tudjuk megválni, hogy az 10 év vagy 20 év, nem tudom hány év múlva fog majd csak bekövetkezni. Ezért most ebben a törvénytervezetben azt kérjük az országgyűléstől, hogy engedélyezzék a vetési varjak írtását és gyérítését. Hát nem tudom, hogy mit fog hozni ez a rendelkezés. Ha a természetvédelmi szakemberekre bízzak, akkor nyilván semmit, mert akkor el fogják utasítani. De ha más is belekapcsolunk, ugye más személyeket és képviselőket is kértünk ennek a megoldására, akkor elképzelhető, hogy valamilyen változás lesz. Most azt tudom önöknek mondani, hogy várjuk meg, és annak függvényében, hogy mit kapunk, fogjuk majd a következő lépést megtervezni. Ismerem magam is ezt a helyzetet, és naponta küzdünk vele. Azt tudom mondani, hogy a táblák azok nem jelentenek visszatartó erőt. Tehát akármilyen táblát kihelyezhetünk ott, a gyakorlatban ezek nem működnek. Sokan kérnek különböző utcákba sebességkorlátozó táblákat, megállni tilos táblákat. A gyakorlatunk az, hogy ezt nem tartják be az emberek, és nem tudjuk érvényesíteni. Tehát a mi közterületfelügyeletünknek ezer dolga van, és nem csak a táblákkal kell nekik foglalkozni, ez igazából rendőrségi feladat lenne, de a rendőrség sem tud ezzel foglalkozni, legalábbis az ő álláspontjukat ismerem, úgyhogy ezt megtehetjük, de nem hoz eredmény. Hogy mégis mit lehet tenni? Ugye arra várunk, hogy végre a 8-as útnak a kérdése megoldódjon, mert a 8-as úttal kapcsolatban már legalább 4 tervet, én legalábbis 4-et ismerek, így egy 20-25 év alatt. 4 tervet ismerek, és hát lényegében valamilyen szinten mindegyik érinteni az Ajka-Rendeki városrészt. Tehát most a legutóbbi egyeztetés, ami történt, az évnek az első felében volt, és ott olyan elképzelés látszik, hogy tulajdonképpen két megoldást szeretnének a tervezők megvalósítani. Az egyik az, hogy megszűnne a Rendeki városrészen keresztül a 8-as útra történő kihajtás. Tehát, hogy nem lehetne a 8-as útra kihajtani, de behajtani sem. Tehát ez megszűnne, de viszont ennek van egy másik problémája, hogy
hogy Kislődön viszont egy olyan jellegű behajtást, kihajtást viszont engedélyeznének, ami lényegében azt jelenti, hogy Kislődnek külön behajtani, kihajtási lehetősége lenne, de rendeknek nem. Ugye mi ezt nem fogadtuk el, ezt a változatot, mert ez azt jelenteni, hogy ha a rendeken nem lehet kimenni, akkor mindenki Kislődre fog igyekezni, de az változatosan a rendeki városrészt veszi igénybe. Tehát ezzel nem oldódna meg a helyzet, csak hogy úgy mondjam, arrébb kerülne és többet kellene menni. És ezt mi megtámadtuk, ezt a dolgot azzal, hogy Kislődön ne legyen se leállás, se behajtás. Hát még azt nem tudom mondani, hogy ezt elértük, de megértőek voltak a tervezők ezzel kapcsolatban. Ugye a Gyepesen történő keresztül haladás lenne a fő közlekedése a 8-as út és Ajka városrészének, de olyan formában, hogy a gyepesi városrészt Polány irányába kerüli meg a 8-as út, és ahol aki térbe el tudja magának képzelni, ahol a TS-nek a libatelepe volt, ott egy nagy körforgalom készülne, és ebből a körforgalomból történne Ajka irányába a megközelítés. Ugye az később egy kérdés kapcsán majd még erre visszatérek. Ez azt jelenteni, hogy onnan a gyepesi városrészbe a jelenlegi nyomvonalon lehet majd visszaközlekedni, tehát akkor így keleti irányba a jelenlegi nyomvonalat is lehetne használni, és onnan indulna az úgynevezett Ajka elkerülő. Az Ajka elkerülő az durván a Nomádia Park magasságába egy nyomvonalon haladna, és a Nomádia Park magasságában egy újabb nagy teljesítményű körforgalom készülne, ahonnan indul az Ajkát nyugati irányból megkerülő úgynevezett nagy elkerülő. Ez azt jelenti, hogy a TS Major felé halad ez a bizonyos elkerülő út, és megkerüli a Tósapi városrészt, és az üveggyári sporttelep magasságánál jön ki a Zagytérre, és onnan lehet majd elérni a Tímföldgyári műszaki utat, illetve a Devecseri út is ebben a helyzetben kerül majd beszabályozásra. Tehát azt gondolom, hogy lényeges változást nem tudunk addig elérni, míg a 8-as útnak a koncepcióját el nem döntik, és a kivitelezése meg nem valósul. Táblákkal nem tudjuk sajnos ezt szabályozni. Az is hozzátartozik, hogy mi is tudjuk, hogy se parkolni nem lehet a Rendeki utcának a Rendeki szakaszán, és a Korányi utcának is a Rendeki városrészben történő szakaszán sem lehet rendesen parkolni, mert ott szintkülönbség is van, meg egyébként nagyon rossz minőségű a járda. Tehát például a jövő évben mi tervezünk bizonyos munkálatokat a Rendeki városrészben, de egyelőre nem tudom megmondani, hogy melyiket fogjuk választani. Ugyanis ha a Korányi utcához nyúlunk hozzá, és a 8-as út ugye változatlanul az elérendő célok között szerepel, akkor ott a szintkülönbség miatt új parkoló övezetet kell kiépíteni, ami hát azt jelenti, hogy ott sok mindent meg kell akkor oldani. Ugye nem elég a parkolót megoldani, hanem a járdát is, meg nyilván a másik oldalt is meg kell oldani, de a Rendeki utca sem jobb ilyen tekintetben, mert ott meg a vízelvezetés miatt ugye az árok lassan bedől, és ott sincs normális parkolási lehetőség, az sem lenne egy jobb megoldás. Ráadásul ugye a Nyíres utcát is szeretnénk favorizálni, mert a Nyíres utcát még elkezdtük a korábbi években, de aztán abba hagytuk, mert ugye elfogyott a pénzünk, és nem volt rá lehetőségünk. Tehát azt is valamilyen formában tovább kéne építeni, úgyhogy azt gondolom, hogy ez a 2023-as évi költségvetésnél fog majd eldőlni, hogy mi lesz ezzel a három utcával, amiket említettem. Ugye ez a két utca, a Rendeki és a Korányi utca, ezek a közútkezelőnek az üzemeltetésében, tulajdonában, vagyonkezelésében vannak, tehát nem városi út. Én az előbbi feladatokat
Azért tartottam azért szükségesnek elmondani, mert az út melletti terület az viszont az önkormányzaté, tehát a vízelvezetés, a járda, parkolóság kiépítése, az az önkormányzatra tartozna, azzal a közút azzal nem fog foglalkozni, de magának az útnak a fenntartása és szabályozása az a közútkezelőhöz tartozik. Ugye a 80-as években 43 ezer tonna por hullott Ajka városára. 43 ezer tonna egy év alatt. Akkor kezdődött a filterépítési program, és hát az hozott valamilyen eredményt, de véglegesen nem oldotta meg a helyzetet. Jön a következő nagy hullám, ugye a 14-től 16-ig terjedő időszak. Azt már bizonyára sokan elfelejtették, hogy akkor mi milyen háborúban álltunk az akkor a Demján csoport tulajdonában lévő erőmű vezetésével. Tehát különböző megnyilvánulásokat tettünk, és a bíróságig vittük ennek az ügynek a rendezését. Ugye iszonyatos károkat okoztak akkor a városban, a pernye hullás. Hát most nem vigaszképpen mondom, de többszöröse volt a mai teljesítménynek. És ugye hát akkor azért azt szabadjon megjegyeznem, hogy akkor mi ezt olyan szinten képviseltük, hogy politikai ellenfeleink nem a mi oldalunkon álltak, hanem a jobb oldal az akkori erőmű vezetést védte. Ugye én is helyes, ha elkerülöm a személyeskedést, de azért arra talán néhányan emlékeznek, amikor a Fidesz az erőmű vezetés mellett azt kifogásolta, hogy mi mit zaklatjuk az erőmű vezetését, és miért foglalkozunk ezzel a problémával, holott a családi házak tehetnek leginkább arról, hogy Ajkán ilyen levegő van, és hát idézték a bányásztelepet, meg a Tósoki város, és stb. Ugye pereket indítottunk, ugye akkor a jobboldali sajtó az minket meg akart enni. És hát a perekkel semmire nem mentünk, mert a kúriát is megjárták a pereink, és sajnos az erőműt részesítették előnybe, és az erőmű tulajdonosai élvezték ennek az ügynek a rendezését, és a város semmilyen kártérítést, semmilyen elégtételt nem kapott. Jön a 2017-es év, eladják az erőművet a Veolia csoportnak. A Veolia egy francia illetőségű gazdasági társaság, a világ nagy részén jelen vannak, és hát energiával foglalkoznak, Magyarországon is több erőművük van. A Veolia azt a felajánlást tette, hogy néhány éven belül megoldja a kazánoknak, a kazánokhoz kapcsolt filtereknek az átépítését, és nem azt mondom, hogy ők azt ígérték, hogy itt valami csodálatos levegő lesz, de hogy ez jelentősen visszahúzódik, és nem lesz belőle napi probléma, ezt a leghatározottabban kijelentették. És hozzá is kezdtek ehhez a munkálatokhoz, ugye aki nem ismeri, annak elmondanám, hogy a Ajkai erőműben a jelenleg üzemelő kazánoknak a száma az 5 darab. 5 darab kazán van. Hármat már megoldottak, és az ugye 8-as számú kazán és a 11-es számú kazán átépítése van folyamatban, és az átépítéssel együtt a filtereket is át kell építeni, tehát akkor teljes a beruházás, ez megvalósul. Most ez a két kazán, ez tud még azért problémát okozni, tehát ahogy mondtam, azok még nincsenek átépítve, de a 8-as számú kazánt már elkezdték szétbontani, tehát az talán már érezhető lesz néhány hónapon belül, és aztán már ugye csak a 11-es számú kazán van hátra, és akkor várható, hogy még tovább csökken a jelenlegi korom mennyisége. Ugye ez persze főleg déli szél esetén fordul elő, amikor ugye a délről a város irányába fújja a szél a kormot, és akkor rakódik le.
És hát én napi kapcsolatban vagyok mind tehát a vállalat vezérigazgatójával is, meg a közvetlenül operatív törzsével is, és majd a másik cégre is kitérek, mert azzal is ugyanilyen kapcsolatban vagyok. De azt nem tudom megmondani, hogy, és nem tudom megígérni, hogy holnap után, vagy néhány határozott nap múlva ez meg fog szűnni. Ugyanis a következő helyzet állt elő. Talán emlékeznek rá, az elmúlt év egy kicsit jobb volt. Tehát az elmúlt év és a korábbi évnek a második fele az egy kicsit jobb volt, de most ebben az évben, és ennek az évnek a második felében romlott megint vissza a helyzet, amit a következőképpen magyaráznak. Ugye tegnap is beszéltem a vezérigazgatóval, hogy azáltal, hogy a tűzifát támogatott rendszerben a lakosság rendelkezésére bocsátják és garantálják, hogy a lakosság az energiaválság miatt kellő mennyiségű tűzifát hatósági áron kapják, ennek az a következménye, hogy az erőmű, aki biomasszával tüzel, az annak tulajdonképpen már csak a rosszabb minőségi tüzelőanyag marad. Mert az erdészetek azok hát abban érdekeltek, és az állami utasítások is erre terjednek ki, hogy a lakosságnak adják át a viszonylag jó minőségű tüzelőanyagot, így a kevésbé jó minőség marad az erőműnek, és sajnos ennek jelentős része, esetenként mindegy 15%-a is, földdel van keverve. Na most a földet még a filter se tudja leválasztani, ahol működik, ugyanis ahogy említettem, kettő kazánnak nincsen filtere, azt sem tudja leválasztani, és kénytelenek bizonyos szempontból átvenni, mert 6 havi készlettel kell az erőműnek állandóan rendelkezni, de rosszabb minőségű a tüzelőanyag, ezért rosszabb minőség kerül a kazánokba, és ezáltal nő meg a pernyeki bocsátás, és sajnos újra hullik ránk. Hát nekem, mondom, szinte napi kapcsolatban vagyok az erőmű vezetésével, állandóan vizsgálják ennek a jelentőségét, válogatják, újra rakják az anyagot, de tüzelni kell, mert a folyamatos üzemnek ez az átka, hogy folyamatosan tüzelni kell, és hát ilyen anyagból ezt tudják előállítani. A másik környezeti problémánk ugye a szag. A szag. Tehát a szagot ugye egyértelműen mindannyian be tudjuk azonosítani, az sajnos a Löbelié származik, szintén egy francia illetőségű vállalat, és hát a vállalatnak a tulajdonosai, vezetői, mindenki ismeri ezt a problémát, és különböző kísérleteket folytatnak évek óta, aminek, hát hogy úgy mondjam, olyan eredményei vannak, ami bennünket nem elégít ki. Engem se, önöket se, de a vállalat vezetőit sem elégíti ki, és ezért most több olyan kísérletük is volt, ami biztatónak indult, de végül is nem lett belőle eredmény. És most a napokban egy olyan hát változatot igyekeznek megvalósítani, hogy az úgynevezett kötőanyag, ami eddig ilyen szakszavakat fogok most használni, az eddigi arómás kötőanyagot szilikátos kötőanyagra fogják cserélni. Tehát ez egy egész más összetevőkből álló vegyület, és ezt a szilikátos kötőanyagot fogják a különböző öntési műveleteknél alkalmazni, és a mostani kísérleti számításaik szerint 35 és 50% között várják a szaghatás csökkenését. Ennek van egy mértékegysége is, tulajdonképpen nem egy bonyolult dolog, ezt szagegységnek nevezik, és a szagegységben tehát azt várják, hogy mintegy 35-50% közötti szagegység csökkenése lesz köbméterenként. Hát ha ezt sikerül elérni, és ezt nem jövőre, meg nem a következő évben ígérik, hanem heteken belül, tehát várhatóan ennek a hatását novemberben érzékelnünk kell. Ugye itt is különböző pontforrások vannak, és a pontforrásokon végzik ennek a szaghatásnak a regisztrálását,
és arra számítanak, hogy ez, ahogy mondtam, néhány héten belül a szagegységre számítva mintegy 35-50%-kal csökkenni fog. Ráadásul a szag koncentrációja, tehát tulajdonképpen a szaghatásnak a kiterjedése, az is egy harmaddal csökkenni fog. Tehát amíg korábban ilyen 500 méteres körben lehetett ezt a szaghatást mérni, most ezt 300 méterre fogják tudni lokalizálni, tehát ha nincs szél, akkor 300 méteren túl nem lehet érezni. Ha persze szél van, akkor ez nem igaz, mert akkor ugye fölkapja az egészet is, mindegy felhőt sodorja a város bizonyos területei felé. Sajnos a bányásztelep ilyen szempontból a legveszélyeztetettebb. Ott ez nagyon gyakran előfordult, és sajnos most is még előfordul. Ugye az pedig ugye az 500 méteres körön jóval túl van, de déli szél esetén, sajnos ebben a déli szélben olyan ludas, mint az erőmű bennyénél, akkor az bizony jelentősen megkeseríti az ott lakóknak az életét. De ahogy mondtam, akkor néhány héten belül ez a 300 méteres koncentráció, ha nincs erős szél, akkor talán ott már nem lehet érezni, vagy nem ilyen mértékben lehet érezni. Úgyhogy bízzanak ebbe, én is csak azt tudom tenni, hogy keresem állandóan a vezetőket, jelzem a problémákat, és kérek, és azt gondolom, hogy ez a helyes módszer. Azért meséltem el a korábbi megoldást, mert ugye akkor nem csak kértünk, akkor követeltünk és bíróságra mentünk, és nem értünk el semmit. Tehát azért ezt mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogy a módszer, az a helyes megválasztása, az döntő egy eredményességnél, és a Veolia például egy egész más kultúrát hozott Magyarországra, mint amit a magyar üzemeltetőktől megszoktunk. Ők nyitottak minden kérdésfelvetésre, készségesen válaszolnak, és nem tagadják, hogy ilyen szennyezés van, hanem ellenkezőleg igyekeznek megoldani. Azt gondolom, hogy nekünk is ezt a módszert kell választanunk, és akkor várhatóan még jobb megoldásokat tudunk produkálni. Tehát az illetőnek azt válaszolnám, aki a kártérítést firtatta, hogy először legyen megoldva a helyzet, aztán majd meglátjuk, hogy a Veolia hogy tudja támogatni egyébként a várost más területeken. Az autóbusz közlekedéssel kapcsolatban hadd mondjam önöknek, hogy szenvedünk ezzel a kérdéssel. Tehát ugye a Volán kezdetben ajkai székhelyű vállalat volt. Aztán összevonták a dunántúli vonálokat, és szombathelyi székhelyű céget kaptunk. Aztán a szombathelyi céget is megszüntették, és országosan összevonták, egy nagy Volánbusz gazdasági társaság lett. Most meg a legújabb az, hogy a Volánbuszt a vasúttal együtt kezelik, és a vasúttal együtt szükséges mindent hát megtenni és elintézni. Hát most el lehet képzelni, hogy milyen nehéz itt eredményt elérni. Tehát amíg ajkai volt a cég, addig ezeket a kérdéseket meg tudtuk oldani. A Szombathelyen már nehezebben, a budapestivel meg egyáltalán nem. Ráadásul az ajkai helyi járat menetrendjét Szegeden hagyják jóvá. Szegeden. A szegedi illetővel már nem is tudom hányszor értekeztünk, hogy hozzunk össze egy menetrend egyeztetést, ami a mai viszonyokat tudja tükrözni, és a mai utas igényekre épül. Hát egyszerűen képtelen vagyunk elérni, hogy a Szegeden székelő helyi járat menetrendi gazdasági társasággal le tudjunk ülni. Most azt ígérjük, hogy majd februárban lesz majd ilyen lehetőségünk. Ugye persze nem vagyunk elájulva ettől a kérdéstől, hogy majd februárban leülünk, mert azért a probléma nem az, hogy leülünk vagy nem ülünk, a probléma az, hogy ez egy olyan gazdasági társaság lett, akit hát, tulajdonképpen nem nagyon érdekel, hogy ajkán mi történik. Írogathatunk, követelhetünk, évi 200 millió forintot fordítunk a helyi járat támogatására. Tehát a jegybevételen kívül 200 millió forintot fordítunk rá.
Számtalan olyan dunántúli és ajkai gazdasági társaságot megkerestük, amit mi alkalmasnak találtunk volna, hogy ő szervezze meg az ajkai autóbusz közlekedést. De nem vállalja senki. Nem vállalja senki, és a tulajdonképpen az utazó közönségnek a jó része az egyre kevésbé vesz igénybe ezt a közlekedési formát, a költségek meg egyre nőnek. Szóval én szerintem ez megint egy olyan probléma Magyarországon, amit a kormánynak kéne megoldani, de nem ezzel a módszerrel, hogy egyszer ide teszem, meg oda teszem, meg amoda teszem, hanem hatékonysággal, tehát a helyi döntési szinteknek megfelelően kellene ezt végrehajtani. De látjuk, hogy nem ez megy. Hát az iskolákat összevonták országosan. Ugye most összevonják a vízműveket, az is országos lesz. Összevonják az elektromos cégeket, összevonják a tápültési cégeket. Mindet összevonnak mindennel, sajnos azt kell mondjam, hogy egyre rosszabb lesz a helyzet. És ilyen értelemben sajnos mi változást önöknek nem tudunk ígérni. Mi a városközpontot egyébként tehermentesíteni szeretnénk, és van, amit meg tudunk tenni. Hát például megnyertük az úgynevezett Élhető Város projektet. Az Élhető Város projekt az azt jelenti, hogy a Béke utca és az Alkotmány utca között a Tornapatakon egy hidat fogunk építeni, és tulajdonképpen úgy lehet majd közlekedni autóbusszal is a vasútállomás irányába, hogy nem kell a városközpontot érinteni. Tehát ezt a feladatot a jövő évben elkezdjük kivitelezni. Tehát nem tervezzük, hanem kivitelezni fogjuk. Ahogy mondtam, ezt a hidat ahhoz meg kell építeni. Sajnos a Béka utcában lakók nem fognak ennek örülni. Jó magam is ott laktam sokáig, és volt is. De ismert a terveket, és elköltözött időben. Nem azért, hanem még annak idején, amikor biztos voltam benne, hogy mi erre pénzt nem tudunk fordítani, akkor jeleztem az ott lakóknak, hogy amíg én vagyok a polgármester, az a híd nem épül meg. De ezt most már nem lehet tartani, mert valóban a városközpontot tehermentesíteni kell, a hidat meg kell építeni, és a vasútállomás előtti teret is át kell építeni, ugye ott egy körforgalom lenne. Ugye a mozdony betennénk a körforgalom közepébe, és ott ilyen garázsok vannak, azokat lebontanánk, és ott egy 65 állásos P+R parkolót építenénk. Ugye ezt már korábban érintettem, hogy ez mit jelent a P+R parkoló, milyen parkolási típus van, és ezáltal így a városközpont akkor így mentesülne. De más kisebb jelentőségű változásokra is lesz majd lehetőségünk. Azt gondolom, hogy akik ezt a folyamatot kezdeményezték, azok nem ismerik a valóságos folyamatokat. Tehát szubjektív ötletektől, nosztalgiából, vagy valami más dologból kiindulva nem lehet egy várost ilyen módon ketté választani, hiszen ugye volt erre már egy törekvés a 90-es években, és akkor ugye ez nem sikerült. És azért mondom, hogy akik ezt kezdeményezték, azok nem ismerik a valóságos folyamatokat. Ugye nézzük, mik a valóságos folyamatokat. Azzal érvelnek, hogy korábban még volt bánya is, volt fodrász is, meg volt iskola is, meg ez volt, meg az volt, meg takarékszövetkezetek, nem tudom mi volt, és sosem nincs, és akkor erre alapozzák a kiválási szándékot. Hát ez egy halott ötlet. Azt kell, hogy mondjam, hogy halott ötlet. De hogy egészen konkrétan legyek, mert itt hazugságok is elhangzottak, nem is kevés, bizonyos emberek részéről. Ez a három lúzer, én nem kívánok így a személyükkel foglalkozni, mert magam is az ellen vagyok, hogy nem személyeskedünk senkivel. De mivel itt különböző hazugságokat róttak a városvezetés terhére, ezért kételem vagyok velük azért mégis bizonyos értelemben foglalkozni. Tehát nem ismerik a tényleges folyamatokat. Nézzük ezeknek a tényleges folyamatoknak a valóságtartalmát. Miért kellett bezárni a tankerületnek, nem Ajka városának, a tankerületnek miért kellett bezárni az iskolát? Ugye azt mondják, hogy mi annak idején nem támogattuk
nem támogattuk az iskolának a Padragon történő létre működtetését, mikor még nálunk volt. Hát ugye ez egy merő hazugság, aki ezt állítja, az ugye beletartozik a három lúzer témakörébe. Ugye magam is ott voltam azon a szülői értekezleten, amikor még a városhoz tartozott, és abban az időben nem lehetett 25 főnél kisebb létszámmal iskolai osztályt elindítani. És mi 17-tel, tessék elképzelni, 17-tel elindítottuk az osztályt, hogy működjön, hogy legyen. Legyen valami vonzerő. Legyen. De miért volt erre szükség? Ugye megint az okkeresést, tehát nem a felületet keresem, hanem az okát, hogy miért jött ez létre. Kérem szépen, a szülők másképp döntöttek, hogy nem ebbe az iskolába viszem a gyereket, hanem a másik iskolába. Ez meg mivel van kapcsolatban? A fejlődéssel. Hogy külön tudja választani a szülő, hogy ebbe az iskolába viszem, mert ott jobb képzés lesz, vagy abba viszem, amikor más jellegű a képzés, vagy a közlekedési viszony miatt viszem már, mert mellettem dolgozik, ugye? Igen, igen. Tehát ez volt a lényege. És még két példán keresztül megmondom, hogy mi ennek a téves alapja. Hogy megszüntettek egy bankautomatát. Tetszik tudni, hogy miért szüntették meg a bankautomatát? Én magam is dolgoztam 12 évig, ha nem volt forgalma. Hát ha nincs forgalom, akkor nem tudja eltartani, akkor jogos tulajdonképpen. Mondom, ez van, hogy gyógyszertára, üzletek. A következő példa. A gyógyszer, és miért nem üzemelteti a gyógyszertárat? Hát ez egy jó menő hely lenne megfelelő forgalom. Ugye a minimális forgalmat mindenkinek el kell érni, hogy meg tudjon élni. Akkor megoldaná. De nincsen. Most ilyen okok miatt, tehát azt kell mondjam, ebből a háromból a következőt fogalmazom meg, hogy ez a városrész így életképtelen. Nincs benne erő, nincs benne fogyasztási olyan mértékű szükséglet, hogy ezeket a létesítményeket vagy egységeket eltartsa. Nincsen benne erő, tehát ha így nincsen benne erő, hogy Ajkaváros, akkor hogy lenne bele önállóan? Hát megnéztük, kérem szépen, hogy hány olyan vállalkozás van, aki munkahelyeket tud teremteni. Hát nincsen száz munkahelyi állás Padragon, ami ezt a városrészt eltartja. Nincsen száz. Nincs. És csináltunk egy próbaköltségvetést. A próbaköltségvetés szerint a vállalatoktól beszedett adó, az 27 millió forint lenne. 27 millió forint. Ezt a költségvetést összehasonlítottuk Csabrendekkel, ugye ott is 3000-en laknak. Csabrendeknek 500 millió a költségvetése. De nem 27 millió forint a vállalatoktól beszedett adó, hanem majdnem 200. Hát tessék elkezdeni, 27 millióból akarnak egy akkora költségvetésű települést finanszírozni, mint ami most van. Most a város 370 millió forintot költ a padragi városrészre éves szinten. Tehát ebben nincsenek benne fejlesztések, ezek az állandó kiadások. Tehát 370 millióhoz 27 millió forint állandó bevételre rendelkeznek. Miből akarják fönntartani? Tehát ezért mondom, hogy sajnos nem tudok mást mondani, mint azt kell mondanom, hogy ez az emberek megtévesztésére épül. Ennek a három lúzernak a törekvése, ez messze ellenkezik Ajkaváros érdekével, de tudja mit? A padragi városrész többségének az érdekével is ellenkezik. Csak ők azt hiszik, hogy ilyen hangzatos kijelentésekkel pótolni lehet a valóságos folyamatokat, hát nem lehet pótolni. És tudja, hogy mind csodálkozom, kedves szerkesztő úr? Hogy egy politikai párt meg odaállt melléjük. Ugye ennek a politikai pártnak a neve Fidesz. A Fidesz ajkai vezetője odaáll a jelenlegi képviselővel, és hangsúlyozzák, és támogatják ezt a bizonyos elszakadást. Hát az illetőnek nincs annyi esze, hogy ezeket a valóságos folyamatokat levonja. Óva intették ettől, és mégis beleáll. Ugye, hát ez magán. Csak hogy ebben a párban különböző emberek vannak, például Navracsis Tibor úr,
az országgyűlési képviselő. Hát Navracsis Tibor úr egy bölcs ember. Navracsis Tibor úr nem foglalta állást ebbe a kérdésbe. Idéznek egy diszeli példát, hogy ott a polgármester egyet értett a leválással. Igen. Hát kérem szépen, bennünket nem keresett senki ezzel a dologgal. Hát ilyen kóbor információk, tudjuk, hogy van egy előkészítési bizottság, ugye a három lúzer felügyelete alatt, és azok itt ilyen képtelenségekkel foglalkoznak, de nem láttam még egy konkrét előterjesztéssel, hogy hogy néz neki ez az úgynevezett önálló városrész. Lélek János kérdezi, hogy Padlagon a Padlag bánya buszmegállónál mikor lesz egy fedett buszváró. Ez mondjuk összefügg ugye a fejlesztésekkel is, összefügg a volánnal is, a helyi közlekedéssel is. Ugyanis azt panaszolja a Lélek úr, hogy esőben, télen, szabad ég alatt kell várni a buszt. Jó lenne egy fedett buszjáró. Igen, hát ez azt gondolom, hogy teljesen jogos indok. Most egyébként az év végével, de inkább a következő évnek az elejét mondom, ott három buszmegállónak a munkáihoz hozzá fogunk kezdeni. Az egyik a Padragi út 21-es száma, itt a temető előtt, ahogy Ajkáról megyünk Padrag irányába, ott a temető előtt azt a buszmegállót azt át fogjuk építeni, és a vízelvezetését pedig megoldjuk, tehát ami a Csékuti Szöllőhegyről lezúduló vizeknek az elvezetését illeti, azt úgy oldjuk meg, hogy a Padragi út 21-es számú házat lebontjuk, és annak a helyén egy vízelvezetést létesítünk. De ugyanezt csináltuk már korábban, ugye, amikor arról beszámoltunk, hogy mit tartottunk mi fontosnak a Padragi város részben, akkor ezt úgy értük el, hogy egy falugyűlésen megszavaztattuk a jelenlévőket, hogy kerékpárutat akarnak, vagy a vízelvezetést. Hát a vízelvezetést akarták, ezért három olyan árok rendszert is visszavásároltunk, vagy kisajátítottunk, amit a rendszerváltás időszakában mások eloroztak. Hát például a Virágos utca melletti átkötő árkot, ami ott a régi 21-es volány, most ugye Geo volánnak a telephelye mellett húzódik, azt is vissza kellett vásárolni, és ott egy kör árkot kellett építeni, hogy ne zúduljon a Padragi városrésznek arra a szakaszára az a rengeteg víz, és ezt a Padragi vízig elvezettük, ugye ez egy rendkívül nagy munka volt, de ugyanilyen volt a szennyvíztisztító útjának a visszavásárlása is, és ugyanilyen volt a Szőlőhegyi utcán végzett munkánk is. Tehát visszatérve még a buszmegállókhoz, hogy ezt az egy buszmegállót már említettem, egy másik buszmegálló áthelyezésére is szól, kerül a közösségi térnél, tehát a Csékuti közösségi térnél, és áthelyezzük a buszmegállót, és ott ugye kisajátítás is várható, parkolókat építünk, és hát így tudom elképzelni, hogy akkor megoldjuk majd ezt a bizonyos harmadik buszmegállót is. Tehát kedves Kozma László, ugye, hát önnek már elmondtam egyszer, hogy létezik egy olyan országos jelentőségű törvény, hogy a családi házak tulajdonosainak az úttestig, az úttest korona szintjéig, így hívják egészen pontosan ezt a fogalmat, a terület fenntartásáról és a vízelvezetéséről a tulajdonosnak kell gondoskodni. Hát ezek szerint ön nem gondoskodik erről, azért bombáz bennünket, hogy mi végezzük el ön helyett. De ez a törvény az önre is vonatkozik, úgyhogy legyen szíves, végezz el ezt a munkát, és akkor majd gondolom, hogy nem kell annyi felvetést tenni. Másrésztről, ugye már a tavalyi bányásznapon bejelentettem, hogy a Vöröstelki utcában mi vízelvezetési megoldásokat fogunk produkálni, és a jövő évre tervezzük is ezt a megoldást. De ne bújjon ki az alól a feladat alól, hogyha jövő évre van, mi megcsináljuk, akkor ő még akkor se csinálja, mert közben lesz egy tél. És le fogjuk ellenőrizni, hogy ő megcsinálta-e. Mert legutóbb ugye azt írja, hogy már be akar dőlni a kiépített vízelvezetés. Hát igazítsa már meg azt a vízelvezetést, a jó Isten áldja meg. Aztán nem kell önnek annyit írogatni, hanem kimegy egy délután, aztán rendesen megcsinálja. Jó?
Ha megvan rá, hívjon fel telefonon. Lélek János kérdezi, hogy Padlagon a Padlag bánya buszmegállónál mikor lesz egy fedett buszváró. Ez mondjuk összefügg ugye a fejlesztésekkel is, összefügg a volánnal is, a helyi közlekedéssel is. Ugyanis azt panaszolja a Lélek úr, hogy esőben, télen, szabad ég alatt kell várni a buszt. Jó lenne egy fedett buszjáró. Igen, hát ez azt gondolom, hogy teljesen jogos indok. Most egyébként az év végével, de inkább a következő évnek az elejét mondom, ott három buszmegállónak a munkájához hozzá fogunk kezdeni. Az egyik a Padragi út 21-es száma, itt a temető előtt, ahogy Ajkáról megyünk Padrag irányába, ott a temető előtt azt a buszmegállót azt át fogjuk építeni, és a vízelvezetését pedig megoldjuk, tehát ami a Csékuti Szöllőhegyről lezúduló vizeknek az elvezetését illeti, azt úgy oldjuk meg, hogy a Padragi út 21-es számú házat lebontjuk, és annak a helyén egy vízelvezetést létesítünk. De ugyanezt csináltuk már korábban, ugye, amikor arról beszámoltunk, hogy mit tartottunk mi fontosnak a Padragi város részben, akkor ezt úgy értük el, hogy egy falugyűlésen megszavaztattuk a jelenlévőket, hogy kerékpárutat akarnak, vagy a vízelvezetést. Hát a vízelvezetést akarták, ezért három olyan árok rendszert is visszavásároltunk, vagy kisajátítottunk, amit a rendszerváltás időszakában mások eloroztak. Hát például a Virágos utca melletti átkötő árkot, ami ott a régi 21-es volán, most ugye Geo volánnak a telephelye mellett húzódik, azt is vissza kellett vásárolni, és ott egy kör árkot kellett építeni, hogy ne zúduljon a Padragi városrésznek arra a szakaszára az a rengeteg víz, és ezt a Padragi vízig elvezettük, ugye ez egy rendkívül nagy munka volt, de ugyanilyen volt a szennyvíztisztító útjának a visszavásárlása is, és ugyanilyen volt a Szőlőhegyi utcán végzett munkánk is. Tehát visszatérve még a buszmegállókhoz, hogy ezt az egy buszmegállót már említettem, egy másik buszmegálló áthelyezésére is szól, kerül a közösségi térnél, tehát a Csékuti közösségi térnél, és áthelyezzük a buszmegállót, és ott ugye kisajátítás is várható, parkolókat építünk, és hát így tudom elképzelni, hogy akkor megoldjuk majd ezt a bizonyos harmadik buszmegállót is. Hoffmann Péter kérdezi, hogy ha már megépült a Meki a mellette levő autósidat a Tornapatak felett, nem lehetne újra aszfaltozni a Deák Ferenc utcával együtt? A Bánki zebránál egy kivilágított átkelővel még ezt is hozzáteszi. Köszönöm az információkat, ha kap. Igen, tehát ugye a Tornapatakon átívelő híd a VMK mellett az valóban nincs jó állapotban, de ugye azt hozzáteszem, hogy az egész Tornapatak nincsen jó állapotban. Ugye a Tornapatakot már, nem tudom, ebbe a kérdéskörbe vagy valamelyikbe, de valahol olvastam, hogy már 19-ben azzal foglalkoztunk, hogy megépítjük a Tornapataknak a belvárosi szakaszát. Hát a terveinket el is készítettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy elkezdtük a megoldást. Elkezdtük, mert 19-ben és 20-ban a távfűtési vezetékeket már áthelyeztük az új terveknek megfelelően. Azonban, mivel ez a munka, ez körülbelül ilyen 5-6 milliárdot tesz ki, ugye azt nem gondolja a tisztelt kérdező, hogy majd Ajkaváros önkormányzata egy 5-6 milliárdot csak úgy hip-hop valahonnan előránt, és akkor ezzel meg tudjuk majd oldani ezt a kérdést, hiszen ez a vízfolyás egyébként állami vízfolyás, nem az önkormányzat kezelésében van, hanem az állam kezelésében van, csak mi vesszük a fáradtságot, hogy szeretnénk ezt megoldani. Be kellett nyújtanunk a vízügyi igazgatóságokhoz és a minisztériumhoz a terveinket, hogy kívánjuk ezt megvalósítani. Egyrészt, tehát műszakilag milyen megoldásokat képzelünk el, másrészt pedig, hogy a forrást azt honnan fogjuk majd biztosítani. Nyilván pályázati úton lehet ezt elsősorban. Nyilván pályázati úton, és a minisztérium nem fogadta el a mi terveinket, hanem új tervek készítésére kötelezett bennünket. Az volt a fő indok egyébként, amit végülis mi is elfogadtunk, hogy túl sok a beton, és túl sok a burkolat, és a mai koncepció már egyre kevesebb burkolt felületet vár el,
hanem a víz és a klímavédelem szempontjából az a helyes, hogy minél kisebb burkolt felület kerül ki. Ez jó hír, mert eddig úgy hír lett, hogy egy betonlobbi igazgatja az országot, tehát minél több beton, annál nagyobb eséllyel történik. Nem, itt fordítva. Itt megfordult a trend. Hát így konkrétan meg is nevezték, hogy kékké és zöldé kell tenni ennek a tornapataknak az átépítését. Ráadásul nem csak a belvárosi szakaszt, mi csak a belvárosi szakaszt terveztük, hanem tulajdonképpen a szekér tanyáig, tehát az ajkára befolyó szakasz, a kiépített lakóházakon túl is szükséges bizonyos munkálatokat elvégezni, iszapfogók, esőkertek, stb. Formájában, most nem térek erre ki, tehát tulajdonképpen ezt az egész tervet át kell dolgozni. Most erre a tervre vonatkozóan mi pályázatot, közbeszerzési pályázatot írtunk ki, ez a napokban jóváhagyásra kerül, és akkor kezdődhet az új tervezés, mivel mindenkit majd az érdekel, hogy és akkor mikor állunk ennek neki. Hát mi most úgy tervezzük, hogy talán 2024-ben hozzá tudunk majd kezdeni a következő ütemhez, mert ugye az is ennek része, az a Béka utcai híd, amit az előbb említettem, meg az is az a távfűtővezeték is, amit már átépítettünk. Tehát ez sajnos ilyen kell, és akkor még meg kell nyernünk hozzá a pályázatot. Na most itt ezt lobby nélkül nem tudjuk megvalósítani, de szerencsére Navracsis Tibor képviselő urat sikerült megnyerni ennek az ügynek a folytatására, és ő támogatja ennek a munkának a pályáztatását, de abból a pénzből lehet ezt majd megoldani, amit Brüsszelből ő szeretne Magyarországra hozni. Tehát minden összefügg mindennel. Navracsis úron keresztül, tehát ide kell hozni a Magyarországra azt a pénzt, amiből mi majd a tornapatakot meg tudjuk oldani. Hát ez nem egy egyszerű művelet, de azt gondolom, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Nem adja az önkormányzat, folytatja. És mi pedig ki tudjuk építeni majd a patakot, és akkor a hidat is a helyére tudjuk tenni. Hát akkor a kérdések is összefüggnek, a válaszok is összefüggnek, reméljük a nézők tudják követni ezeket a dolgokat. Aki igen, csak úgy bekapcsolódik, nem biztos, hogy nem veszíti a fonalat. Mikor épül meg a tó körül a futópálya? Kérdezi Kozma László, de ez se egy önmagában való kérdés, mert összefüggései vannak nyilván. Mert először is még a tó vizét talán le is kell engedni, meg szólt. Önre bízom választani. Igen. Tehát ugye a tó ez egy nagy probléma. Már ugye az elmúlt évben leengedtük egyszer a tavat, és akkor a szükséges munkálatokat, a mélyépítést azt elvégeztük. Tehát durván 40 ezer köbméter iszapot mertünk ki, vagy szállítottunk ki a tónak a medréből, és ott a mellette lévő területen ugye azt elhelyeztük, ott egy rendezvénytér lesz egyébként. És úgy is számítottuk, hogy ez nem egy év alatt fog megoldódni, hanem több évet vesz igénybe. Egészen konkrétan november 7-én újra leengedjük a tavat. Tehát a most következő november 7-én leengedjük, és azt a szakaszát is elvégezzük, amely tulajdonképpen még nincs megoldva, hiszen az látható, hogy a kórházi öböl az viszonylag tiszta lett, ott nincsen hínár, ahol a források vannak. Azt is mondhatnám, ahol jobban mozog a víz, meg az egy kicsit magasabban van, ott megszűnt a hínárosodás, és a sziget, illetőleg a főutca közötti szakaszon ott gyűlt össze, tehát ugye azon közelebb a leeresztőhöz, ott újra eldurgult a helyzet, és újra virágzik a hidár, hát ezt meg kell szüntetnünk, és november 7-én leengedjük, hát körülbelül egy hetet vesz igénybe, amíg újra leengedjük, és akkor egy vállalkozóval megállapodtunk, hogy ezt a problémát ő megoldja. Még a pontos költségkimutatást még nem ismerem, de úgy számítjuk, hogy különböző megoldásokra kerül sor, és a hinár véglegesen el fog tűnni, és 23 második fél évére, talán nyarára megleszünk azokkal a munkálatokkal, hogy a tó az újra a régi fényében fog majd ott csillogni. Ugye ráadásul még két szökőkutat is elhelyezünk, úgy, ahogy valamikor még az átkosban is volt ott, újra csónakáztatható lesz,
és még a hídnak a kérdését nem döntöttük el, mert a hidat időközben le kellett zárni. Hát tartok tőle, hogy nem tudunk jó megoldást alkalmazni, mert ennek a hídnak a tervezett költségvetése, amit hát tervezőkkel elvégeztetünk, az kb. 100 millió forint. Tehát majd... Hát ez mondjuk 2 méter a Budapest körvasútból, mert az is 100 millió forint. Két méter. Igen, én is tudnék néhány olyan példát mondani, hogy honnan lehet ezt elvenni. Igen, tehát attól tartok, hogy az lesz, hogy a régi hidat fogjuk majd felújítani és alkalmassá tenni. Ugye a hossztartó gerendre elrepettés, azt kell majd kicserélni, de 100 millió forintunk erre nem lesz, hiszen már a tóra eddig hát körülbelül ilyen 150 tó és környékére 150 millió forintot fordítottunk, és hát körülbelül még ennyi hátra lesz, hiszen nem csak a tavat kell megoldanunk, hanem a tó körül ugye a futópályát, ugye a futópályát azt tervezzük, ugye a gyalogos sétálni az, hát még az sem készült el teljesen, de annak a fő vonalai már megvannak. Parkolókat kell odaépítenünk, oda egy 70 parkolót fogunk építeni. Ugye a tó vendéglő is átépülne, ugye azt a félszigetet gyakorlatilag azt is átépítjük. A pikniktérasz is megújulna, ugye a pikniktérasszal tárgyalásban vagyunk, hogy ők is megoldanák, nem úgy, ahogy most van, mert ez provizórikus megoldás, tehát ott egy esztétikus megoldásra gondolunk, és ők csónakáztatnának majd. És ugye a Gea szobor környékét, azt a szoborparkot is meg kell tudnunk oldani. Tehát ez egy nagyon nagy munka, de azt gondolom, hogy hát ha nem is teljesen, de a jövő év közepére a fő vonalait meg fogjuk tudni ennek oldani, és akkor újra szép lesz a Városligeti tó és környéke. Túlsok és Berényt felé, tehát Túlsok Berényt felé folytató kerékpár út, vagyis mikor folytatódik ennek az építése? Lehet erről valamit lehet, már tudni? Igen. Tehát a Túlsoki kerékpárútnak a tervei azok megvannak. Somogyi Zsuzsanna kérdezi. Igen, most újra kell engedélyeztetni, mert ezt korábban már egyszer engedélyeztettük, de azok lejártak azok az engedélyek. Hát a tavaszra kiírjuk a közbeszerzését, és a tavaszra meg is kezdjük a munkálatokat, inkább május-júniust mondanék. Tehát május-júniusban egészen az üveggyári pályáig a Lilium utcától kiépül a Túlsoki kerékpárút. Ez gondolom jó hír volt a kérdezőnek is, meg a többi Túlsok Berényi lakónak. Ugye valahol ott vagyunk mi is, mint az ország. Rossz helyzetben vagyunk, tehát itt kértem az önmérsékletet, hogy ne a mostani nehéz időszakra címezzenek minden járdaépítést és minden olyat, amit eddig nem tudtunk megvalósítani, mert ennek erre így nem lesz lehetőség. Nekünk is vissza kell fognunk magunkat. Ugye azzal foglalkozunk, hogy bezárjuk-e az uszodát, vagy a jégcsarnokot. Hát ezeket napokon belül el kell döntenünk. Tehát ilyenkor azt mondani, hogy majd ezt a 1 kilométeres járdát megoldjuk, hát 1 kilométer járda, hát az 40 millió forint. Tehát ezekre most nem tudok válaszolni, meg kell várnunk a 23-as költségvetést, ott bizonyára lesznek majd azért járdaépítések is, de hogy konkrétan melyik, azt most nem tudom megmondani. A gyárutcai járdaépítés az annyiban talán más, hogy kezdeményeztük, hogy a Videoton, ugye a régi Videoton így sokkal jobban ismerik, most műszertechnikának hívják, annak a vezetése járuljon hozzá a Videoton előtti szakasznak az átépítéséhez. Ugye ott árkot is érint, meg járdát is érint, meg parkolókat is érint. Hát erre nem kaptunk választ, és mi arra várunk, hogy azért csak születik majd egy válasz, és akkor fogjuk majd tudni eldönteni, hogy akkor a páros oldallal is mi legyen. A 23-as költségvetést ön említette, és egy hívószó nekem tegnap a úton a minisztériumba járt, hogy egyeztessen egy tervezető, amit a város készített el, ilyen, hát nem túlélő terv, de lehet, hogy valami olyasminek lehetne hívni, egy kormánybiztos neveztek ki ugye arra, hogy tárgyaljon az önkormányzatok vezetőivel. Ön milyen csomaga jelent meg, illetve volt-e valami eredménye ennek a megbeszélésnek? Hát egyelőre nincs eredménye, ugye mi többletköltségként, tehát az elmúlt évhez képest többletköltségként 750 millió
forintot jelöltünk meg, hogy annyi lesz az energiaköltségünk, és minden kérdés arra irányult, hogy na rendben van, de akkor ti mit tesztek annak érdekében, hogy ez kezelhető legyen. De tudott válaszolni, nem? Hát tudtam, igen, de sürgetik a határozott és nagy intézkedéseket, hogy ne meditáljunk, hanem ezt is csukjuk be, azt is csukjuk be, stb. De ők nem itt élnek, tehát nem az ők a felelősség. Tehát az önkormányzatnak ennek az ódiumát viselni, hogy bezár egy művelési központot, vagy egy igen, meg szociális otthont. Igen, meg a házainkat, meg az óvodákat, meg a bölcsödét, meg nem tudom mit. Tehát ezt nekünk kell eldönteni. De komolyan kell venni, mert attól tartok, hogy a kormányzati segítségre nem nagyon lehet számítani.